vadveszélyjelző táblák az utak mentén, ezekre a következő hetekben még jobban kell figyelniük az autósoknak. Július közepétől egy hónapon át tart az őszek násza, amikor az amúgy bujkáló állatok bármikor felbukkanhatnak az utak mentén, vagy akár át is haladhatnak rajta. A meleg napokon ez főleg inkább az esti órákban és éjszaka jellemző. Leggyakoribb nagy vadfaj az őz Magyarországon, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is több tízezerre tehető az állomány száma. Egy baleset során pedig akár milliós büntetésre is számíthatnak az autósok. Megvan adva az FM, a minisztérium által minden őznek, minden állatnak, vadállatnak az eszmei értéke. Egy őzgida 50 ezer forint, egy suta 100 ezer forint. Ha 350 gram fölötti bak már egészen tekintélyes áru, vagy ha nincs agancsa, de hát ez természetesen csak a téli időszakra vonatkozik, akkor 350 ezer forint is lehet, és vannak olyan extrém esetek, amikor egy-egy 500 grammos trófeát viselő bakot ütnek el, akkor bizony millió forint fölött van az értéke. Fontos, hogy az autóval közlekedők este felkapcsolt távolsági fényszóróban haladjanak az utakon, így jobban láthatóvá válnak az állatok. Ha vaddal találkoznánk, lassítsunk le, ha pedig hirtelen ugrik elénk egy nagy testű állat, rögtön vészfékezzünk és ne rántsuk el a kormányt, mert egy fának vagy a szemben közlekedő járműnek ütközve még súlyosabb lehet a baleset. Ha egy autós mégis előtt egy őzet, hívja a rendőrséget, amely értesíti majd a helyi vadásztársaságot, mivel a vad a szervezet tulajdona. A társaság csak abban az esetben felel a balesetért, ha valamelyik tag arra vadászott és ezzel az útra terelte az állatot. Az első és a legfontosabb az, hogy mindent meg kell tenni egy további baleset elkerülése érdekében, tehát lehetőség szerint félre kell állni az útról, használni kell az elakadási jelzőt és a szükséges távolságba kihelyezni a fényvisszaverő háromszöget, azonnal értesíteni kell a rendőrséget, akik majd felveszik a kapcsolatot a helyi vadásztársaság megfelelő emberével. A baleseti helyszínelőkök nyomokat fognak rögzíteni, fényképfelvételeket készítenek, rögzítik a sofőr adatait, és megvizsgálják azt, hogy a vezető használta, vagy betartotta-e maradéktalanul a kereszt szabályait, és tulajdonképpen megvizsgálják azt is, hogy az érintett útszakaszon ki volt-e helyezve vadveszélyjelző tábla. Ugye ez a sofőr biztosítója szempontjából nagyon fontos, hiszen itt több százezres károkról beszélhetünk. Országos összesítés nincs a vadgázolásos balesetek számáról, már csak azért sem, mert sokan nem jelentik be a balesetet, tartva attól, hogy ki kell fizetniük a vadárát.